Több mint egy évtizede az Egyesült Államokban megalakult egy csapat, akik a saját testsúlyos edzéseket és a közösséghez tartozást a bűnmegelőzés egy eszközének tartották. Tengeren túli mintára egy magyar fiatalember 2014-ben megalapította a Bartenders Hungary csapatát, és ma már számos edzést tart Budapesten és vidéken is. Juhász Adrien és Radányi Norbert a vendégem. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! No, hát kicsit feladatunk lesz az, hogy ebben a mostanában azt gondolom, hogy nagyon erős street workout feeling világban megpróbáljuk behatárolni, hogy Bartenders miben különül el, mitől más. Illetve ugye én, aki azért még emlékeimben valahol élnek ezek tornavilágában jövök, én mindig kicsit rácsodálkozom arra, hogy hát, hogy miért kell erre rácsodálkozni, hogy saját testsúlyos edzés, mikor az ember ugye kicsi korától kezdve ezt tanulja, hogy a saját testét emelgeti, de hát természetesen az is egy, a tiétekhez képest egy extrém valóság, és nyilvánvalóan ez egy sokkal többek számára elérhető, és nyilvánvalóan sokkal kézenfekvőbb mozgásforma. Az emberek meglepődnek, ezen megdöbbennek, amikor elkezdtük, akkor csak játszótereken tudtunk edzeni, nem voltak még erre megfelelő kültéri fitness parkok. Mm-hmm. Most viszont egyre több van, aminek nagyon örülünk. Tényleg az emberek csodálkoznak, néznek, most már inkább beleilleszkedik ez a hétköznapokba, de korábban ez így volt, és meglepő tőlem, mert ugye az embernek saját magát mozgatni az régen természetes volt. Igen. És hát annyi, hogy bejöttek a fitness gépek, meg az ilyen modern technológia, és akkor ezt az emberek szépen így elfejtették. Igen, tehát tulajdonképpen idő után nyilvánvalóan megváltozott ez a fajta természetes mozgáskultúránk, nem? Ami abból jött, hogy hát ez egy dolog, hogy a szántóföldeken dolgoztak, régen az emberek saját maguk vitték ki az eszközeiket, cipelték, stb. Jobb esetben mondjuk egy lóra ültek, de ott is az ember azért a saját testével uralja az állatot. Tehát, és ahogy jött minden, és gépesítve, hogy mondjam, egyre bonyolultabb lett a világ körülöttünk, tulajdonképpen ez vette el a saját testsúlyunknak a mozgatásával való normális mozgáskultúrát? Ez is igen, tehát az emberek ugye rászadtak a gépekre, és a gépekkel dolgozni ugye sokkal könnyebb az elején, mint hogy a saját testünkkel mondjuk fekvő támaszt megcsinálni, azért az nehezebb. És ezek a gépek ugye sokszor egy-egy izomcsoportra külön hatnak, és a fekvő támaszt, meg a húzózkodás például az egész testet dolgozza egy idő alatt. Nyilván fogásfajtától függően másik testrészre jobban fejt ki hatást. De ez az ilyen nehezebb műfaj, viszont el lehet kezdeni könnyebb gyakorlatokkal, amit viszont nem nagyon ismernek az emberek, és ezért szoktak ugye megijedni ettől az edzéstől, és ezért nem kezdik el, viszont én mindenkinek tudok ebbe segíteni. Világos, tehát ha jól értem, akkor van egy felépített rendszer, amiben a teljesen amatőr is a székben, fotelben, tévét néző is lejöhet, és azt mondta, hogy na jó, holnaptól szeretnék valamit csinálni. Bárki, tényleg. Igen? Na, hát ez szuper. Ugye én azt szoktam mondani, hogy az az izomzat, amit és nem lebecsülve természetesen, csak másként kategorizálva, az ember mondjuk egy edzőteremben súlyzókkal egyebekkel növeszt, az nagyon szép, nagyon látványos, de például nem olyan hasznos olyan szempontból, hogy annak súlya van, tömege van, azt emelni kell. Amit az ember a saját testsúlyos edzéssel végez, az általában olyan izomzat, ami bármikor megmozdítható és felemelhető. Jól érzékelhető ez a különbség ezzel a példával? Igen, ez a fajta edzés sokkal funkcionálisabb. Uh-huh. Tehát még a gépekkel inkább az izmokat izoláljuk, tehát egy konkrét izomcsoportra fókuszálunk. És igen, látványosan meg is tudjuk jeleníteni egy idő után. Igen. Viszont ezzel a fajta sporttal egy sokkal tényleg egy funkcionálisabb izomzatot tudunk építeni, ami a hétköznapokban is úgymond hasznosabb. Jól jön, ugye? Tehát igen, az ember mondhatni, hogy erős lesz, mint a bivaj. Lehet, hogy nem látszik rajta annyira, hogy micsoda elképesztő erő van a testében, de tulajdonképpen mégiscsak ott húzódik a bőr alatt ez a sok-sok hasznos izomzat, ugye? Igen. Ezek a mély izmok, ugye, amiket az ember nem is vesz észre, hogy ugye része a testének. Uh-huh. Ezek akkor jönnek elő, amikor különböző olyan gyakorlatokat végzünk, amiben ugye szerepe van ennek a kis tartóizmoknak, és ez nagyon sok embernél ugye hiányos, és a gyerekek azok, akikre azt tudom mondani manapság, hogy tehát tényleg 10-ből 9 gyerek nem tud legugolni szabályosan. Igen. És ennek az a mondani valója számomra, hogy rengeteget számítógépeznek, és töltenek olyan dolgokkal, amik inkább lustálkodásnak számítanak. Uh-huh. És ugye nem alakul ki ez az alsóháti izmaik, meg a mélyháti izmok, ezek teljesen
csökevényesednek, ha lehet ilyet mondani, igen, és, hát és ezzel később óriási problémák lesznek. Igen, 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 és amíg mondjuk kicsik, és mondjuk nincs túl nagy testsúlyuk, addig ennek igazából a jelentősége nem derül ki, de mihez is mondjuk elkezd valaki nőni, és adott esetben akár hízni, akkor ott valóban előjön ez. Ugye elgondolkodtunk, de most már tudjuk, hogy a bartendez az semmiképpen nem a, hogy mondjam, a kellemes italokat készíteni képes hely, hanem a bar, mint az angol korlát szóból kerül ide. Ez azt is jelenti, hogy ez az egyik nélkülözhetetlen eszköze tulajdonképpen a ti gyakorlat soraitoknak? Tehát ez vagy a parallel bar, tehát mint ahogy a párhuzamos korlát a férfiaknál, vagy adott esetben bármilyen más ilyen eszköz? Azt is jelenti, igen, illetve azt, hogy jó, hogy mondtad ezt az italoknak a felszolgálását, hogy ugye ebből alakult ki egy slang változat ennek a szónak, és a bár ugye a hely, ahová járunk inni alkoholt, ugye, és a hely, ahova lejárunk edzeni. És úgy inkább ehhez a bárhoz járnak az emberek közösségét építeni, meg barátkozni, mint hogy azokban. Nincs sem ahhoz. Igen, mert ugye az elején ezt is elmondtam, hogy azért, ha már valamennyire definiálni akarja magát ez a csapat, és ez a mozgáskultúra, illetve ez a közösség, talán inkább nevezzük így, akkor az egy nagyon fontos üzenet, ahogy láttam, hogy akár a street workouttól, mint nyersesség, akár pedig ugye ettől bizonyos ilyen fegyenc sporttól, amit szintén mondanak, szintén el akarja magát határolni. Igen, ezt is helyesen mondtad. Ugye kint voltam Amerikában most nyáron, az alapítóknál, New Yorkban, és ott ugye ezeken a környékeken élnek, itt laknak a gettó Harlemben például, és ez régen az elég veszélyes környék volt, a mai napon már azért szerintem javítottak rajta. De ott például ők tudják azt, hogy ez mit jelent, mi nem tudjuk, hogy ez mit jelent igazából, és azt meg teljesen elutasítják, hogy ők erre büszkék legyenek. Tehát ők inkább ezt a világot akarják a játszótéren kívül helyezni. A fegyenc problémát az pedig ugye teljes mértékben az sértőnek tartják, hogy ugye azt gondolják, hogy a börtönből származik ez az edzésforma, a börtönbe vitték be kintről. Világos. Mik ezek a finomságok itt az asztalon? Ez egy kézműves műtiszelet, ami zab alapú, és különböző aszalgyümölcsöket és superfood élelmiszereket, mint a chia, magoi, bogyó tartalmaz, hozzáadott tartósítószer és fehér cukor nélkül, ami egyedül benne van, az a fruktóz. És ez igazából ajánlott edzés előtti étkezésekre, vagy ha éppen megéhezünk napközben, és nincs nálunk úgy élelmiszer, amit megegyünk, akkor ez teljesen. Kis csomag tulajdonképpen, amit az ember szinte zsebre vághat, ugye? Igen. Nagyon hasznos. Neked mit jelent egyébként ez a fajta mozgáskultúra? Nekem ez az életem. Nagyon szeretem. Igazából nagyon sok mindent köszönhetek ennek a sportnak. Tényleg 2 éve kezdtem, és maga ez a közösség is, amibe bekerültem. Tényleg része a mindennapjaimnak. Ez teljesen célzottan koedukált akar lenni, tehát férfiakat, nőket egyforma arányban próbál egyesíteni? Igen, bár a lányok egyelőre még kevesebben vannak, de egyre népszerűbb az ő körükben is. Uh-huh. Mivel lehet őket megfogni szerinted, hogy jöjjenek? Szerintem nagyon sok lány, én úgy vettem észre, hogy félnek attól, hogy túlizmosak lesznek. Viszont ezzel a sporttal nem olyan, mint a konditerem, tehát hogy hatalmas izmokat növesztenek, hanem sokkal, ahogy előbb is beszéltük, sokkal funkcionálisabb. Tehát inkább az erőre megy, mint pedig a külsőre. Tehát, hogyha azt lehet mondani, hogy igazán erős csaj akar lenni valaki, aki azért sokféle kihívásnak meg tud felelni, de nem akarja magát férfiasra gyúrni, akkor ez egy kiváló közeg? Igen, illetve ugye nem is csak az, hogy erősödni, hanem olyan közösség tagjává lenni, ahol az ember barátkozhat és hasonló érdeklődésű emberekkel találkozik, ami szerintem elég ritka manapság, hogy egy olyan közösség jön létre, ahol ugye az egészség és a mozgás a legfontosabb. Uh-huh. És ugye ezen keresztül ismerjük meg egymást, és így ugye tudjuk, hogy van egy közös pont, onnan ki tudunk indulni. Tehát mondhatni, hogy azért ez egy olyan szempontból is egy minden tekintetben pozitív üzenetet hordozó csapat, egy közösség, ugye, amely ezt is célozza, hogy szakítsunk az önpusztító életmóddal, és próbáljunk meg helyette épp ellenkezőleg inkább építkezni, ha jól értem. Igen. Minden szempontból. Merre látjátok az útját ennek? Tehát mekkora kört fog tudni ez megszólítani?
Hát egyre több reklámot tervezünk, nem konkrét reklámokat, hanem ilyen közvetett reklámokat. Most például egy klipforgatást fogunk megszervezni, és lesz egy saját zenénk is megírva. Ezzel szeretnénk ugye a fiatal generációt megszólítani, illetve ugye az én korosztályomat, ezt a 25 fölöttieket. És ugye a közösség oldalakon is, és a hasonló felületeken szeretnénk az edzéseinket minél jobban hirdetni. Ugye a legnagyobb mínuszban és a legnagyobb pluszban voltunk kint 50-en. Tehát ugye az volt a legdurvább eddig, az 50 ember, és ez a 40 fokban, meg a mínusz 6 fokban is ugyanúgy megvolt. A köztes időszakban az a 20-25 fő, ami így jellemző. Ezt szeretnénk feltornászni erre a fix 40-50 főre, és akkor ez egy nagyon jó kis program lenne. Jó kis csapat lesz. Na, aztán lehet, hogy ez újabb ehhez hasonló kis csapatokat eredményez, és kisebb-nagyobb sejtekben azért elindul. Igen. Ez a fajta mozgalom, ami mindenképpen jó üzeneteket hordoz, nem csak fizikálisan, hanem ezek szerint szellemiségében is. Úgyhogy akkor sok sikert kívánok nektek ehhez a munkához. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek.